A Kisfaludi utcában is zajlanak már a munkálatok. Régi vágy válik valóra, hogy a rossz állapotú út megújulhat. Az előzetes tervek szerint várhatóan a következő héten aszfaltoznak itt. Ez már a Vásártér és a Zsidi út közös szakasza. A szegélyezést már befejezték itt is. Több részen problémás a felület, ezért kell ezt is megcsinálni. Az út mellett található parkolót is újra fogják aszfaltozni. Ennek az előkészületei is zajlanak. Az elmúlt évben és most is az önkormányzatnak sikerült olyan jól gazdálkodnia, hogy mintegy 500 millió forintot tudunk fordítani a betelti utak felújítására, korszerűsítésére. Ez azt jelenti, hogy ezen a környéken is, a város több részén járdaszegélyeket újítanak fel, burkolatot újítanak fel azokon a helyeken. Egyrészt szempont volt a forgalomnagysága, másrészt pedig a burkolat állapota, illetve járdákat építenek. Összességében ilyen nagyságrendben, és nem csak a belvárosban, hanem a város egész részén, több területen is. A hatos számú körzetben tavaly megújult a Martinovics és a Mátyás Király utca egy-egy járda szakasza. Ez várhatóan a Táncsics utcában folytatódik a csapadékvíz elvezető rendszer rendbetételével. A Rákóczi téren is van mit renoválni, ezt is elkezdték már. Nagyon fontos a bevezető szakasz után magának a Rákóczi téri parkoló a felújítása. Nekem kiemelt célom az, hogy itt a Rákóczi téren megújíthassuk a parkolót, de ezt több együttműködésnek kell megelőznie, ugyanis nem elég a parkolónak a megújítása, hanem nagyon fontos, hogy a Rákóczi téri zöld területet is megújítsuk. Tehát tájépítési felmérésekkel és dokumentumokkal már, hogyha megtörtént a területnek a felmérése, akkor a parkoló felújítását is meg lehet kezdeni. Javítanak még a Goldmark utcában, de terben van a többi között a Csík-Ferenc sétány megújítása, illetve a Vasarikolos utca rekonstrukciójának folytatása is. Manninger Jenő elmondta, most a sok apró munkán van a hangsúly. A későbbiekben az uniós forrásokból is terveznek útkorszerűsítési programot.